Babylon című filmet sikerült megtekintenünk együtt Róberttel és Gergővel. Ezt a 20-as évektől még a néma film korában Hollywoodot felgöngyölíteni próbáló filmet, ami egyrészt bemutatja nekünk, hogy hát nem lineárisan változik a dekadencia mértéke. Én is úgy érzem, hogy hullámzik a történelemben, hogy mikor mi fért bele a jó szemérembe. Bemutatja annak eredeti szabályozatlanságát, romlottságát, annak a gagyiságában, amikor a néma filmek korában a stúdió az néhány fatákolmány mindenféle effektíve stúdió épület nélkül, és úgy szórják ki ezeket a produkciókat ilyen néhány felvételből, mintha futószalagon készülnének. Egészen ugye a hangos film technikai újításának eljöveteléig, ami nyilvánvalóan néhány ember karrierjének a végét jelenti, illetve ennek az iparágnak az ugrásszerű felfújódását jelenti, és az oda fog vonzani akármilyen nemesnek tűnő, vagy akármilyen aljasnak tűnő anyagi forrásokat és érdeklődőket, és ennek a történetnek a közepén nézhetünk végig egy ilyen kellékesből producer, egy pincérnőből színész nagyjából, meg egy sztárszínészből lecsúszott színész karrierutat. De közben győzzük kibogozni a Baz Luhrmann féle bordóbársonyos, kánkánozó táncjelenetek és hangos zenek közül, hogy egyébként mi tartozik a dolognak az ilyen grafikus bemutatásához, hogy mennyire érzéki ez a szabályozatlan, dekadens Hollywood, hogy van-e drog a házban, és akkor benyit egy szobába, és hat olyat felsorol, hogy azt se tudtam, hogy azt már akkor fogyasztották, versus a drámai történet, ami a karaktereinket illeti, versus magának a mozinak a története, és a akkori filmipar és a később érkező filmiparnak a kritikája. Ez nem Baz Luhrmann, hanem Damien Chazelle. Tudod, mire gondolok, hogy ez hát a gics. Wursley, ami ott látszik. Itt a La La Land meg a Whiplash alkotójáról beszélünk. Én nekem az volt az érzésem, hogy itt el lett végezve egy munka, ami korábban már meg lett hirdetve, már fel lett véve rá meg annyi kulturális kredit, de aztán nem lett elvégezve. Először ezt a jelenséget akkor tapasztaltam, amikor a Kertész Imrének a regényét, a Sorstalanságot a Koltai Lajos filmre vitte, és megpróbálta megjeleníteni a koncentrációs táboroknak ezt a kiüresítő emberi mi voltodat aláásó természetét és működését, hogy mit jelent a sorstalanság, mit jelent az az elszemélytelenedés, mit jelent az az érzelmi lelki kifosztatás, ami a koncentrációs táborokban zajlik, és ugye Kertész Imre leírta azt a gyalázatnak tűnő szókapcsolatot, hogy a koncentrációs táborok boldogsága. Ezt azt hiszem annak, aki a Auschwitzból érkezik, joga van leírni, mert tudja, miről beszél. Hogy a koncentrációs tábor rettenetében is beáll egy bizonyos homeosztázis, a rettenet homeosztázisa, és ahhoz képest vannak jobb napok és rosszabbak. A koncentrációs táborok boldogsága az ehhez képest jobb napokat jelenti, amikor mondjuk egy kenyérhéjat megtalálsz, vagy kapsz, vagy megehetsz, és akkor az a koncentrációs táborok boldogsága. Tehát a sorstalanság, hogyan sorstalanodsz el ebben a rettenetben, Koltai Lajos megkísérelte filmre vinni, nem sikerült. És aztán jóval később Nemes Jeles László lett az a Saul fia című filmmel, aki ezeket a krediteket megszolgálta. Aki elvégezte azt a munkát, amire a Koltai Lajos jelentkezett. Tehát a Kertész Imrének a regényét azt a Koltai Lajos filmesítette meg, de a Kertész Imrének a vállalását filmen valójában a Nemes Jeles László végezte el. Most itt valami nagyon hasonló történik. Quentin Tarantino rohadt nagy arccal, rohadt nagy mellénnyel, széles nagy gesztusokkal azt mondta, hogy volt egyszer egy Hollywood, ami eleve egy
milyen plágium, vagy hogy is mondjam, egy ízléstelenség. Tehát az ízléstelen, amikor Robert nyilván Rodriguez... Nyilván ő omásnak gondolja. Amikor, hát igen, és azért csak az életművével utal arra, hogy összefonódik az ő kulturális talapzata a spagetti westernnel. Csak szeretne a Sergio Leone-val összemosódni. Az látszik, hogy nagyon szeretne, ő is, meg a haverja Rodriguez is, és ezért a Sergio Leone-nek a brandjét, mert hogy az egy brand, hogy volt egyszer egy Vadnyugat, meg volt egyszer egy Amerika, ráakaszkodnak, és akkor a Robert Rodriguez valami okádék filmre azt mondja, hogy volt egyszer egy Mexikó, és aztán jön Tarantino, és a maga okádék filmjére meg azt mondja, hogy volt egyszer egy Hollywood, és akkor ezzel ő tulajdonképpen ebbe a brandbe így beiratkozik. Így a maga következő a az, maga hogy volt egyszer egy MV. Maga jogán. Na most a volt egyszer egy Hollywood, az pontosan ezt akarta. Ezt a munkát akarta elvégezni, vagy erre vállalkozott, hogy megmutatja azt, hogy Hollywood belülről milyen, hogy milyen a sztárságnak ez a embert önmagából kiforgató és jóformán kiüresítő, nyilván nem úgy, mint a koncentrációs táborok, de ez a kiüresítő természete. És aztán ez a munka, ez nem lett elvégezve, hanem valami nagyon ócska videóklipet kaptunk a Tarantinótól. És azt kell, hogy mondjam, hogy most ez a Babylon című film végezte el azt a munkát, amire a volt egyszer egy Hollywooddal annak idején a Tarantino bejelentkezett. Most arra lett elvégezve. És különös egyébként, hogy fölveszel kulturális krediteket egy vállalásra, nem végzed el, de a kultúrában jelentkezik ennek nyomán egy hiány. És hogy az a hiány betöltésre vár, igényli a betöltést, és be is tölt. Tehát jön egy alkotó, a Koltai Lajos helyett a Nemes Jeles László, ugyanúgy, ahogyan a Tarantino helyett ebben az esetben jött ez a Damien Chazelle, és bevégezte azt a munkát. Nyilván nem akkora a vállalás, mint a Kertész Imrei munkának a megfilmesítésére vonatkozó. De ezt a vállalást a Babylon elvégezte. Elvégezte, és amilyen nehéz lesz a Nemes Jeles holokauszt filmje után újra holokauszt filmet készíteni, úgy olyan nehéz lesz Damien Chazelle Hollywoodról szóló filmje után újra Hollywoodról szóló filmet forgatni, hiszen én úgy gondolom, hogy benne van minden, ami Hollywood, és minden, ami mozi. Nem versusként sorolnám fel, Oszi, ezeket a témákat vagy tematikákat, mint ahogyan te tetted, mámor, színészek, mozi versus, sőt, én még a szerelmet is hozzávenném. Hiszen számomra az egész film mindent magába foglalt, ami Hollywood, és mindent magába foglalt, ami mozi. A mámort, a színészeket, a szerelmet, a filmet. És éppen ezért nem is tudtam, amikor néztem, hogy most drámát vagy vígjátékot kell látnom. Egyszerre nevettem, egyszerre sírtam, egyszerre rázott a hideg. Akár a szerelmi része miatt, akár a dráma miatt, ahogyan eljutunk abból a mámorból, amit te is említettél az elején, a mennyországból, ami egyfajta hedonista mennyországot jelezhet, vagy jelezett számomra, ami egyébként nagyon sokak számára szemében olyan lehet, mint Hollywood, illetve olyan Hollywood, mint az, amit az film elején látunk, és innen ebből a mennyországból jutunk el a színészekkel együtt, le egészen a legmélyig, a pokol bugyraig, ugye ez a filmben egy ponton meg is van szinte jelenítve, mint ahogy a Dante isteni színjátékában egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre jutunk, és nem csak a mozi jut, szerintem egyébként az egész filmnek az üzenete is, hogy nem csak a mozi jutott egyre mélyebbre, hanem azok is, akik képviselték ezt a színészetet, és képviselték a korai színészetet. Hová igyekszik, hölgyem? Bemegyek a házba. Nelly Laroy vagyok, butus. Nincs Nelly Laroy a listám. Na jó, szerintem, figyelj, szerintem az történt, hogy az asszisztensem a művész nevemen iratott fel. Billy Duff. Maga nem Billy Duff. Na jó, mi a bajod van? Mi a neved? Melyik a körzeted? Biztonsági őr vagyok, nincs körzetünk, hölgyem. Mindjárt állásod se lesz, kám. Tudom, hogy szeretne Billy Duff lenni. Te meg szeret, Nelly Laroy? Bent már várják. Manuel vagyok. Manuel vagyok. Hallottam. Nem kellett a segítséged. Ó, nem? Nem. Billy Duff? Mi ne? Ő elég nagy sztár. Há? 30 év múlva már nem lesz nagy sztár, és mesélheti, hogy Nelly Laroy használta a nevét. Amúgy,
Én már sztár vagyok. Tényleg? Igen. Miben játszottál? Még semmiben. Kihez szerződtél? Senkihez. Akkor szerintem sztár akarsz lenni. Az ember nem lesz sztár. Az ember vagy sztár, vagy nem. Sztár vagyok. Ugyanazzal a színésznővel, Margot Robbie-val operál ebben a filmben Damien Chazelle, mint amivel volt egyszer egy Hollywoodban Quentin Tarantino, vagy a szintén nagyívű veretést felmutató Martin Scorsese a Wall Street farkasában. Akkora veretés, mint a Wall Street farkasában, jóformán azóta se, azelőtt biztosan nem, azóta se nagyon volt képernyőn, vagy filmvásznon, ez a film, ez megostromolja a veretésnek azt a szintjét, amit a Scorsese a Wall Street farkasával előad. Az a nagyon szomorú ebben a történetben, hogy a sztárság az a nagyon sok tekintetben ki nem érdemelt siker és népszerűség, amit a leginkább a sztárgyár termel ki neked, nem a te kifejezett teljesítményednek szól. Ez nem volt a történelemben soha, és amikor megkapod, akkor azt úgy érzed, hogy ezt te megszolgáltad, pedig ez nem igaz, valójában nem igaz, csak a sztárgyár minden eresztéke azt hirdeti, és azt jelzi visszafeléd is, hogy azt te szolgáltad meg, mert ez is az illúzió része, mert ez is a szolgáltatott élmény része, hogy te a csillogó sztárt ne egy semmire kellőnek lásd, akit a sztárgyár legyártott, hanem hogy te a csillogó sztárt egy olyan különlegességnek lásd, aki tud valamit, amit te nem tudsz, holott jóformán semmit nem tud, amit te ne tudnál. Jóformán semmit nem tud. Valójában arról van szó, hogy jókor volt a jó helyen, megfelelő embereket ismert, megfelelő partiban, megfelelő színésznő tört el épp a lábát, vagy lett épp öngyilkos, és akkor annak a helyére éppen berántottak téged. És jobban akarta, mint te. És igen, és hogy valójában nem értjük, hogy miért lesznek öngyilkosak a popsztárok. Miért? Mert az öngyilkosságnak sok módja van. Van az, amikor az ember rendesen megöli magát, úgy, mint a Kurt Cobain, meg van az, amikor az ember úgy él, hogy belehaljon, úgy, mint mondjuk a Jimi Hendrix. De akárhogy is, mind a kettő 27 évesen eltette magát láb alól. Egyik így, másik úgy. A motivációja, vagy úgy mondjam, a forrása ennek az önpusztításnak ugyanakkor hasonló. Az evolúció az elmúlt pár százezer év alatt nem szoktatta hozzá az embert ahhoz, hogy emberi tízezrek, százezrek, nemhogy milliók, meg tízmilliók, meg százmilliók, meg milliárdok csodálják és nézzék őt és ismerjék őt. Ebbe nem lehet egészséges pszichével benne maradni. Ebben ez széttorzítja az embernek a pszichéjét, és egy olyan ingerületi szinten tartja az embert, amire aztán ráépül a homeosztázis, ahogy mindenre, megszokod, elsajátítod a hitét annak, hogy te pótolhatatlan vagy, mert mondom, ez is az illúzió része. A sztárgyár ezt az élmény gyártja, és ezt te magad is elhiszed, mint sztár, hogy pótolhatatlan vagy, és aztán amikor félreállítanak, amikor félresöpörnek, mert mindenkinek eljön a napja, mindenkiből végül, mindenkiből eszenyienikő lesz. És félreállítják, és abban a pillanatban, amikor félresöpörnek, abban a pillanatban rájössz arra, hogy hoppá, ez nem nekem szólt, ez annak a helyi értéknek szólt, amit én betöltöttem, és amit most már, amiből kiebrudaltak, és most már más tölti be, és hézagmentesen betölti azt az űrt, amit hagytam. Ebben az élményben nem lehet már megnyugodni, főleg 30 év Rivalda fénye után. Ebbe a csalódásba, ebbe a drámába, ebbe a kiüresedésbe ez a film kiválóan mutatja be a főhősnek, a Brad Pitt által játszott főhősnek a képében, ebbe bele kell halni. És nem csak az ő képében, hanem Margot Robbie karakterének, Nelly Leroynak a képében is, ugye ez az ő tragédiája is, amire te utaltál, hiszen ő
tényleg sztár a szó szoros értelmében is, neki vele született tehetsége van, csak úgy, mint Brad Pitt karakterének. Nagyon jól jellemzi ezt az a jelenet, amikor ugye az első szerepét, bár a véletlen folytán megkapja, mégis olyan alakítást nyújt, még a színészi alakítás is szerintem, nem tudom, hogy jelölték a Margot Robbie Oscarra, jól tudom, nem ezért a szerepért, de már legalább egy jelölést megérdemelt volna, amikor sír, ugye az első felvételén sír, vigyorog, sír, nevet, többféle formában ezt bemutatja, és odaadik hozzá a rendezés, megkérdezi, hogy tudsz ilyen könnyen sírni újra és újra. És csak annyit mondta, hogy az otthonomra gondolok. Megvan benne az az őszinte és vele született tehetség, és mégis mi lesz a vége? Ugyanolyan tragédia, pedig ő fennmaradhatott volna a víz felszínén, ő befutott a hangos filmek korszakában is, mégis az, ami Hollywoodot jellemzi, az a mámor, az a hedonizmus, az elvitte őt, és ez lett a végzete. A Babylonról beszélgetünk, közben megnéztük a szünetben, hogy nagyon kevés Oscar-jelölést kapott, pedig szerintem sokkal többet érdemelt volna, mint amennyit alapvetően adtak neki. Az operatőri megoldások is olyanok voltak a filmben, amiket máshol nem látunk, vagy csak nagyon-nagyon kevésszer jelenítették meg őket. Ilyen volt, és most már spoileresen is beszélhetünk a filmről. Beszélhetünk a filmről spoileresen egy kicsit. Az egyik, akkor mondjuk azt, hogy az egyik szereplőnek... Nagyon szép megoldás. Egyik szereplőnek a halála a filmben, ami konkrétan egy öngyilkossági jelenet volt, és ami miatt szerintem, ahogy a Margot Robbie legalább egy jelölést megérdemelt volna, úgy az operatőri munka is megérdemelt volna egy Oscar jelölés. De miért csinálunk úgy, mintha az Oscar egy kitüntetés lenne, és nem egy sértés mindenkinek, aki szereti a filmet, meg a mozit? Hát én meg pont azt gondolom, hogy nem érdemelt volna Oscart, mert jó. Érted? Most már legyen már itt az ideje annak, hogy ne úgy beszéljünk az Oscarról, mint ami egy kitüntetés. Mondjuk arra ott van az aranypálma. Akkor beszéljünk úgy, hogy akkor ez megérdemelt volna ez a film mondjuk egy aranypálmát. Az egy mondás, de azt mondod, hogy megérdemelt volna egy Oscart, azzal azt mondod, hogy ez a film olyan, mint a Király visszatér, Gyűrűk ura 3. De azért valamikor volt az Oscarnak renomé, és vissza lehetne állítani, hogyha megfelelő filmeket jelölnék, és megfelelő filmeket díjaznak. Szerintem az Oscarnak először a Golden Globe-nak a választékához kellene áttérnie, hogy nem csak filmekről, hanem kénytelenek lennének sorozatokról is megemlékezni, és versenybe állítani, hogyha már a legjobbat akarjuk éppen megnevezni, és szerintem ezt nem fogják még egy pár évig megugrani. Szóval arról van szó, én azt hiszem, hogy a 27-esek klubjának a tagjai azért ölték meg magukat, mert ez a siker, ez független attól, hogy az a 27-esek klubjának a tagjai azért úgy gondolom egytől egyig megszolgálták a sikert. De ezt a mértékű sikert, amire nem kondicionál az evolúció, ami soha az emberi történelemben nem volt lehetőség, mert a tömegkommunikáció eszközei nem álltak rendelkezésre. Szóval egyszerűen ez a siker olyan fokú egómámor, amit nem lehet utána már szinten tartani, csak drogokkal, legkülönbözőbb drogokkal, és azzal, hogy folyamatosan ütöd magad, aminek a nyomán aztán 27 éves korodra kikészíted magad. Tényleg. És akkor volt olyan, akinek ez a munkamódszere volt, mint például a Jim Morrison, de nem gondolom, hogy az Amy Winehouse-nak ez lett volna a munkamódszere. És hát ő is így végezte, és pont ugyanakkor. Tehát arról van szó, hogy az a mámor, amit a filmnek az elején látunk, abban a hatalmas nagy orgiaszerű buli jelenetben, ami nem tudom én, valami fél órán keresztül tart, mielőtt még meglátnád a filmnek a címét, a főcím előtt egy, lehet, hogy csak 20 perc vagy 25 perc, de jóformán egy filmet kapsz, ami megmutatja azt, hogy mennyire mámoros, mennyire álomélet, amit ezek ott élnek, hogy jóformán, mint a titánok, mintha nem is emberek lennének, emberfeletti emberek, így buliznak az istenek az Olimposzon, valami ilyen érzésed van, és nem látod az érme másik oldalát, erre szolgál a film, hogy elvezessen téged ahhoz, hogy na ehhez a mámorhoz milyen szenvedéstörténet tartozik, mert a sors kiegyenlíti a számlát. Pontosan, valamikor be kell fizetni. Azért, mert másik oldala ott van, a mennyországból lejutunk a pokolba, személyes történeteken keresztül is, és szó szerint is.
a Hollywoodnak a magassága és Hollywoodnak a mélysége, minden ott van ebben a filmben. A képi vága, a hangulata, ugye Robi mondta, hogy 20-25-30 perc telik el, míg felcsendül, megjelenik a vászon a főcím. Több mint három órás a film, és én amikor először láttam, kétszer láttam moziban, amikor először ültem be rá, észre se vettem, hogy eltelt 3 óra és vége lett. Ugye kritika a filmmel szemben, hogy talán lehetett volna szorosabbra vágni, vagy feszesebbre vágni, de nem gondolom, hogy ha bármilyen jelentet is kiadtak volna belőle, akkor az emelte volna a filmnek a színvonalát. És azt nem gondolod, hogy bármelyik jelenet, ami 25 perces volt, ez lehetett volna 12? Akkor nem érezted volna azt a hatalmas kontrasztot a film elején levő óriási buli, mámoros buli közt, és a filmnek a vége felé megjelenített pokoli buli között. Vagy a színészek tragédiáják között. Ahhoz, hogy olyan mélyen át tud érezni az ő sorsukat, fel kellett, hogy vigyenek olyan magasra, ahonnan akkorát lehet koppanni, amekkorát ritkán látunk filmben. Esküszöm, nekem ez nem sikerült. Tehát, hogy én óránként elhagyta a számot, azt a hogy mennyi van még hátra. De tudod, élveztem jeleneteit. Egyszerűen... Más, ha moziba nézed, és más, hogyha otthon a gépeden nézed. Tényleg más. Hogyha betölti a teljes látóteredet, hogyha gyakorlatilag nincs olyan opció, hogy a telefonodat pörgeted, vagy ránézel az Instára közben. Tehát, hogy egyszerűen nem osztja, tudod, ez az élmény, hogy jaj, mennyi van még a filmből, ez ahhoz tartozik, ahhoz a felgyorsultsághoz, amiben nem engedheted meg magadnak, hogy így elmerülj. De hát erre való, ha valamiért még érdemes, vagy valamiért még kitart a mozi intézménye, akkor azért tart ki, mert belekényszerít egy olyan helyzetbe, ahol egyetlen egy élménynek odaszánod magad 3 órán keresztül, és nem osztod meg a figyelmet. Nem 3 másodpercen keresztül, mint egy TikTok videóban, vagy bárhol máshol. Tehát akkor az a megoldás, hogy akkor én nem figyeltem oda, és csak ez lehet a probléma. De ez a film hosszú volt. Rossz nem nézhet a ritmusa. Hadd tartsam már meg a véleményemet magamnak, és tudod, Robi, hogy én otthon milyen körülmények között nézek filmet, azért az nem a beszűkült laptop az ölemben. Jó, csak tudod, megosztottad a figyelmedet, vagy nem? Tényleg 3 órán keresztül koncentráltan is csak a filmet nézted? Egyben megnéztük a filmet a barátnőmmel, aki nagyon zavart közben. Aha, így már értünk mindent. Elinor, ön pletykákat árul. Ön nem teremt semmit, nem tudja, hogy milyen kiállni a fénybe. Ön csak egy csótány. Volt már, hogy leírtak, ez nem gondolkodtál neked. Már azon, hogyha kigyullad a ház, miért hal meg mindenki, kivéve a csótányokat? Jézus Isten! Az történt, hogy azt hitted, hogy kell lesz még a háznak. Nem kell lesz. Nem kell lesz jobban, mint a csótányok. A csótányok tudva ezt, visszamásznak a sötétbe, meghúzzák magukat. És túlélik. Viszont te ott ragyogtál a fényben. De mi, akik csak figyeltünk onnan a sötétből, mi túléljük. Leigaz. És még lesz több száz ilyen. Egy földrengés elsöpörhetné a várost, és az se számít. Az eszmény az, ami megmarad. Lesz itt még sok száz Jack Conrad. Lesz sok száz én. Lesz még sok száz ilyen beszélgetés újra és újra, csak az ég tudja meddig. Mert ez nagyobb nálad. Tudom, hogy fáj. Senki sem akarja, hogy hátra hagyják. De 100 év múlva, amikor mi már sehol sem leszünk, mindig, ha valaki befűz rólad egy kockát a vetítőbe, újból életre kelsz. Érted, mit jelent? Az idén készített filmekből egy szép napon mindenki halott lesz. És egy nap az összes filmet előhúzzák a pincékből, és az összes szellemük együtt vacsorázik, együtt kalandozik, együtt megy a dzsungelbe vagy a háborúba. Születik 50 év múlva egy gyerek, aki meglát téged egy vászlon, és úgy érzi, hogy ismer akár egy barátot. Pedig mikor világra jött, te már rég nem éltél. Ritka adományt kaptál. Légy hálás. Az időd itt most lejárt, de... angyalok és szellemek közt töltheted az örökkévalót. Köszönöm. Jack Conrad megkapja élete legrosszabb hírét.
és megköszöni. Tudod, itt még azt gondolja, hogy ez, amit könyöradományként, vigaszdíjként kap, az örökké valóság emlékezetét, ez majd pótolja, kárpótolja őt az elveszített hírnévért, az elveszített sztárságért, az elveszített mámorért, ami a újabb és újabb feleségek, újabb és újabb vállások, újabb és újabb filmek, és újabb életkalandok sorozata. 30 éven keresztül volt Jack Conrad a csúcson. Ez alatt a 30 év alatt erre bizony ráépült a homeosztázisa. Ez alatt a 30 év alatt ez lett a norma. És amikor ezt elveszik tőle, hiába magyarázza el neki ez a pletykagyáros filmkritikus. Most nézheted akárhonnan, nézheted onnan, hogy hát ez tulajdonképpen egy Ómolnár Miklós, de hát nézheted onnan is, hogy ez tulajdonképpen egy Réz András. Ez a pletykagyáros filmkritikus megpróbálja vigasztalni őt azért, amit most elveszít. És amikor megköszöni, még abban bízik, hogy ez az örök lét, ez majd kiváltja az elveszett mámort, az elveszett lázat, ami az életét áthatotta, és ami most megszűnik. És aztán néhány év telik bele, és kiderül, hogy annyira hozzánőtt a sztárságához, a média personájához, hogy annak a bukása az már az ő bukása. Nem tudja szétválasztani a kettőt. Körülbelül ebben a monológban szerintem a filmnek a csúcspontja van számomra. Tehát ahogy ez nem csak vigasztal, hanem ahogy a jelentőségét kiemeli akár a mostani filmeknek 80 évvel későbbre, akár az akkori filmeknek mostanra vetítve, ez az újságíró nő, annak ott igazán jelentősége van, és tudod, mit meg is köszönheti a Brad Pitt? Hamis a könyvelés, amikor azt mondom, hogy az elveszített mámorért majd az emlékezet engem kárpótol, mert nem elvettek, hanem adtak mámort, mind a kettőt kaptam, nincs vesztesége, ő nyert ezzel, értem, hogy tragédia, és nem éri meg, de ne rázd a fejed, Robi, tragédia az élete vége, de milyen fokon élte meg, tudod, sokkal kevésbé rövidebb az élete, mint amennyivel szélesebb volt, és valahol ezt a Manny karaktere átéri, amikor véletlenül beül az ének az esőbenre, és ott így látja, hogy azért a hangos film korszakáról valamikor megemlékeznek, még ha kellemetlen jeleneteket is néz. Egyébként meg a ki végezte el, ki nem végezte el a feladatot, ez a monológ végzi a feladatot, amit szerintem beleérzünk és elvégezendőnek látunk, de az HBO-nak a Hollywood című saját gyártású sorozata, amely szintén fiktív, de mégis olyan problémákra, olyan emberi helyzetekre mutat rá a 20-as, 30-as, 40-es években, amit innen már másképp látunk, és akkor meg nem nagyon gondoltunk bele, és a Jim Parsons, aki a Sheldon az agymenőkből, olyan szintű pokoli karaktert alakított zseniálisan, hogy fel se ismertem. Tehát mondjuk ez egy jó alkotásom ezt témában. Ezt így nem lehet elmagyarázni valakinek, hogy te ezt úgy kaptad, vedd már észre, nem jó a mentalitásod, öreg, 30 éve ezt te úgy kaptad, ez úgy nem volt addig, hát most nem elvesznek tőled, hanem most tulajdonképpen visszatérsz az alapállapotba, tudod, 30 év alatt a sejtjeid 4-szer vagy 5-ször lecserélődnek. Az 2 vagy 3 teljes életszakasz. Beszéltem, hanem hozzád, Robi. Senki nem tudja megélni. Az állapotában megnyugtatni, de közben meg hadd olvassam le, hogy mindkét tétel pozitív, nem pedig az egyiket elvették. Persze, persze. Mondjuk tegyük fel, hogy te rákos vagy. És meg fogsz halni fél éven belül. És én itt elmagyarázom neked, hogy te nem vesznek el tőled semmit. Hát eredetileg se volt semmi, te ezt kaptad. Köszönd meg a 35 évedet. Én köszönöm, és hálás vagyok érte, és én így gondolkozom. Tudom, hogy egy ráklelettel kellene rendelkeznem ahhoz, hogy igazoljam, hogy tényleg így gondolom, de Robi, én így gondolom. Igen, csak tudod, nem tudnád így gondolni a ráklelettel. Ráklelet nélkül könnyű így gondolni. Ez olyan mértékű, sokadjára történő személyeskedés a részedről, Robi. Miért? Hogy megkérdőjelezed a hálám mértékeit az életemért, Robert. De arról van szó, hogy a most
tudom, hogy van egy ilyen dogmát, hogy a ráklelettel a kezében senki nem ateista a repülőn, meg majd akkor magyarázzad. Könyörgöm, hadd vállaljam azt az álláspontot, amit én érzek ezzel kapcsolatban. Én csak azt mondom, hogy aki 30 éven keresztül, 30 éven keresztül, jó volt élni. 30 éven keresztül elsajátít egy állapotot, annak az állapotnak az elvesztése az abszolút lesz, és nem relatív ahhoz képest, hogy 30 éve kaptam. Kezded azt elérni, az, hogy valaki... pont leszarjam a Brad Pittet úgy, ahogy van, mert olyan szinten nem tud így érdekelni. Az a valaki, aki 30 éve kapta, az egy másik valaki volt, mint akitől itt és most elveszik. Pedig Brad Pitt is kész volt meghalni. Ugye azt mondtad az előbb, hogy kész vagyok meghalni, mert jó volt élni. És talán ez lett az ő tragédiája is. Ő is kész volt meghalni. Jó volt neki élni, hiszen önkezdővel vetett véget az életének. Kis spoiler. Egy csodálatos jelenetben, és mindazt amit kapott, szerintem értékelni tudta. Gondolj arra, és hogyha már spoilerezünk, amikor megy az utolsó mondata egy komornyikhoz szól, és megkérdezi, mi volt a legnagyobb borra való, amit valaha kapott, és mondta, hogy $100, és kitör kapta, tehát öntör uram, és kezdeményben nyomott még több pénzt, tehát készen állt arra, hogy értékelje azt, amit kapott, és visszaadja ezeket. Hát inkább arról van szó, hogy... A halálával erre mutatott, viszont a filmnek a nagy tragédiája, bocsánat, csak hogy még visszacsatolja kicsit a bejátszott jelenethez, az, hogy igen, igaza volt a kritikusnak, befűzik újra azokat a filmeket, amikben ő szerepelt, és ugye már nem néma filmek voltak, és nevet rajta ugyanúgy az 50-es években a közönség, kineveti őt, mint ahogyan kinevette akkor, amikor elindult a hangos filmeknek a korszaka. Tehát a jövő nem úgy értékelte Jack Conradot, és nem úgy értékelte őket, a Hollywood nagy hőseit, mint ahogyan azt előrevetítették. Az adósod vagyok én. Nem vagy az adósom. Kié ez a pénz? A tagnál kilószámra áll, nem nagy cucc. Mi milyen tag? Nem mondtad ki adta. Tony, a kellékes. Azt hittem mondtam. A kellékes pénze? Nem, ez a pénz, amit csinál. Úgy érted, hogy ez a jövedelme? Nem, ez a bankrablós filmedből van. Filmes pénz. Ez kellékpénz. A pénz a táskában kellékpénz? Hol szereztem volna 85 rongyot két nap alatt? Azonnal lépünk egy bankrablón! Ez a táska! Nyugodj meg! Netán megzavartam valamit? Nem. Itt az alvilággal kénytelenek találkozni, hiszen olyan szinten csúszik le az egyik karakterünk, hogy a játékadóssága miatt ki kell fizetni valakit, de ez az állat kellékpénzt hoz ide. És az az érzésem egy idő után, hogy az, hogy megjelenik a mafia is Hollywoodban, semmivel nem tűnik rosszabbnak, mint hogy megjelenik az ilyen társasági elit Hollywoodban, hogy egyik sem a te világod, aminek igazán meg tudtál felelni, ami az elején dekadensnek tűnt, az valójában egy ilyen törzsi, ösztönös szabadság ahhoz képest, ami a kisújjeltartós éra, ami éppen következik, hogy az még kevésbé emberi, csak azért, mert tiszta és vigyázban állt, ugyanolyan alpári, csak sokkal inkább képmutató. Nagyon érdekes, hogy egyszerre vezet be minket, vagy egymás után vezet be minket abba, hogy ez a nyilvánvalóan tájszólásos színésznő mennyire nem tud megfelelni a társasági elitben, és hogy utána hogy nem tudom, hogy érzi magát ez a két filmiparból érkezett karakter az alvilág markában. És hát azért azt se felejtsük el, hogy ez a pletykagyáros, akivel itt a Jack Conrad elbeszélgetett, ez azért egy nagyot tévedett ezzel, mert az elméletileg úgy van, hogy majd befűzik a filmeket, és újra megnézik a filmeket, és akkor újra életsz, és az örök létben töltöd a mindenséget, a mindenségből hátra lévő időt. De nem igaz, nem így lett. A ma még nézhető filmek, alkotói mondjuk úgy, hogy az Orson Welles, vagy mondjuk a legvégső esetben a Gene Kelly meg a Fred Astaire filmjei, ma még nézhetők, azokat ma még megnézik emberek. Ami azelőtt készült, mondjuk az 50-es évek előtt készült. Fagyom kimpáncélos, Mephisto. Ezek,
Metropolis, bocsánat, Metropolis. Ezek fontos filmek, amiket a filmesztéták meg a filmszakosok még megnéznek, de nem a maguk kedvére, hanem mert a tanár úr bemutatja. Mert ezek fontos mérföldkövek, mert itt született valami új technika, vagy született valami új ezek szemlélet. Ezek azok a mérföldkövek, amiken nem látunk túl, tudod? Azok az eseményhorizontok, ami előtt már itt akkor nevetségessé igen. válik később. Igen, de valójában nem igaz, hogy ez örökké való. A 20-as évek filmjeit senki nem nézi ma már. Ezek a Jack Conradok, nem véletlen, hogy nem ismerjük ezeket a neveket. A 20-as évek nagy filmsztárjait. Ezek ma már nem nézhető filmek. Ezek kifutnak. Ők is halandóak, és a filmek is bizony halandóak, és el fog jönni a nap, amikor a Star Wars akár, vagy akár a elveszett Fridláda fosztogatói már nem lesz nézhető, mert már nem azt az izgalmat meg kalandot fogja érezni a nézője, amit mi érzünk még ma, vagy a fiatalkorunk emlékében, hanem már egy valami vagy nagyon vontatott, vagy nagyon didaktikus, vagy nagyon felszínes, vagy nagyon életszerűtlen, átélhetetlen. Annyit változik a világ, hogy a mozi is, igen, korszakokról korszakokra meghal. Ez meghalnak ezek, a celluloid is elhal. Igen. Ez a mennyország is lejár. De nagyon érdekes, én viszonylag fiatal vagyok, de mégis ugye említetted itt a 50-es évek előtti filmeket, nem nagyon nézem senki. Azonnal eszembe jutottak mondjuk Jávor Pál filmjei, vagy akár valahogy a magyar filmek ezt meg tudták élni, vagy túl tudták élni. Hippolyta Lakás. Elfogultság beszélben, imádom ezeket, de nyilvánvaló elfogultság, meg nem vagy fiatal, azért mondtad el, hogy fiatal, hogy érvényesebb legyen, de buktál. Meg tudod, arról van szó, hogy az öregek nemzedék nézi ezeket a filmeket újra meg újra. A fiatalok számára már befogadhatatlan. És az öregek is nosztalgiából nézik újra, mert a fiatalságukra emlékezteti őket. Igen, a 30-as évek filmi, magyar filmjei azok működnek, de ehhez bizonyára az is hozzátartozik, hogy itt a Kárpát-medencében időről időre minden politikai rezsim megállítja az időt, mert abban érdekelt.